A résztvevőket az érseki nyitó szentmisét követően Tusor Péter, a Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport vezetője, Romsics Imre, a Viski Károly Múzeum igazgatója, és Birher Nándor, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK dékánja köszöntötte a Fraknói Nyári Akadémián, amelynek az idei évben Kalocsa városa adott otthont. 9. Fraknói Nyári Akadémián vagyunk ebben a csodálatos városban. Magát a Nyári Akadémiát a Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport szervezi. Mi elsősorban pázmányos történészekből álló kutatócsoport vagyunk. A fő célunk az a szentszéki magyar kapcsolatoknak a kutatása, azaz elsősorban a Rómában és a Rómához, a Vatikánhoz köthető levéltári iratanyagoknak a feltárása, valamint magyar szempontból közzététele forráskiadványok, tanulmánykötetek és monográfiák keretében, de a tudományos munka mellett nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy az eredményeket, azokat széles körben megismertessük egyrészt a magyar társadalom, másrészt pedig a téma iránt érdeklődő szakemberekkel és hallgatókkal. Fontosnak tartjuk azt, hogy az oktatás és a tudományos képzés mellett legyenek olyan kicsit kevésbé formális helyszínei az információ és az ismeret átadásnak, mint ez a nyári akadémia, ahol sokkal kötetlenebbül, nyugodtan így a nyaralás közepette tudunk tudományról beszélni, eszmét cserélni, és a legújabb egyrészt Vatikánnal, másrészt pedig a magyar egyháztörténettel kapcsolatos kutatásokat bemutatni. Tulajdonképpen emiatt jött létre még 2015-ben a Fraknói Nyári Akadémia, amely alapvetően egy vándorakadémia. Minden évben más helyszínen tartjuk meg ezt az összejövetelt, és mindig figyelünk arra, hogy egyrészt országos lefedettségű legyen az esemény, erősen pázmányos jelleggel, de Eltérről, Debrecenről, Szegedről, sőt a Kárpát-medence más egyetemeiről, adott esetben felvidéki egyetemekről is, vagy Erdélyből is érkezzenek hallgatók és előadók, és mindig próbálunk a hely szelleméhez igazodva az éppen aktuális helyszínnek az egyháztörténeti vonatkozásait is bemutatni, és így most itt a Kalocsai Nyári Akadémián nyilvánvalóan Kalocsa lesz az egyik központi elem. A csütörtök délutáni megnyitott követően szekcióba rendezett előadások várták a résztvevőket, melyek a főegyházmegye történetét mutatták be a középkortól a 20. századig különböző szempontok alapján. Több egyházmegyében már jártunk, és így most úgy alakult, hogy így az ország ebből a szegletében egy Alföldre is eljöjjünk, ahol erre még nem volt korábban alkalom. Így a Kalocsa-Kecskeméti főegyházmegye ugye ezer éves múltra tekint vissza, így a Kalocsai Egyháznak Magyarországon egy központja, és így fontos volt, hogy ez is egy előbb-utóbb így bekerüljön a programba. Alkalom alatt ad, hogy tudományos diskurzust folytatni, hasonló, vagy nem teljesen hasonló korszakkal foglalkozó kollégáinkkal, de a hallgatók is, akik bekapcsolódnak, így beleláthatnak a tudományos kutatásoknak a világába. De a közösségi építési szempontból is fontos. A nyári akadémia programjai három helyszínen zajlottak, a megnyitónak és a csütörtöki nap előadásainak a Viski Károly Múzeum adott otthont. Sok hónap ezelőtt Sági György megkeresett engem, hogy ide tervezik ezt a nyári akadémiát, és hát talán nem is kért tőlem semmiféle segítséget, úgy emlékszem, régen volt már, de én azonnal fölajánlottam neki, hogy én partner vagyok abban is, hogy helyet is adok akár ennek az akadémiának, és ennek a közös gondolkodásnak lett az az eredménye, hogy a háromnapos konferenciának a nyitó napja, a nyitó előadása, az első két blokkja az itt a Viski Károly Múzeumban lesz, tehát mi adunk neki helyet. Ez sok szempontból fontos az én számomra. Egyrészt szeretném éreztetni mindenkivel, hogy a Kalocsai Múzeum, mint a Kalocsai Sárközlek a tudományos műhelye, hiszen egy múzeum, bármit akarunk mondani a mai múzeumokról, mégiscsak itt tudományos műhelyek. Tehát a Kalocsai Múzeum a Sárközlek a tudományos műhelye. Tehát ezért is teret szeretnék neki adni. A másik dolog, bármivel, ami Kalocsai Sárközlek a történetivel foglalkozik, ahhoz közünk van, hiszen akkor a hatalmas gyűjteményünk van, hogy nem lehet olyan tematikát, nem lehet olyan témát előhozni, amire a múzeumban ne volnának tucatjával, százával, néha ezrive adatok, tárgyak, dokumentumok. Tehát mindenféle szempontból én azt gondolom, hogy a Kalocsai Múzeumnak köze lehet egy ilyen konferenciához, és hál' Istennek az akadémia szervezői úgy gondolták, hogy ezt a kapcsolatot föl kell, hogy tartsuk.
A konferencia programjában három kalocsai előadó neve is szerepelt. Lakatos a Dél-Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár levéltárosa, Lakatos Andor a Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár vezetője, valamint Romsics Imre a Viski Károly Múzeum igazgatója is előadással készült. Az egész történeti kalocsai határnak a szakrális kisemlékeiről beszélök, tehát így a Drágszéli, a Csertői, a Homokmégy, a Szakmári, Keserűtelek, Részteleki és a Kalocsai a mai városnak az egész határában möglévő emlékökről fogok beszélni, ugye köröztökről, Mária képekről, kápolnákról és mindenféle olyan szakrális kisemlékről, ami a népi kultúrában meghatározó a nép életébe, hiszen ez azért is nagyon fontos, mert amikor a török háborúk után újra települ Kalocsa, akkor az 1700-as éveknek a közepén egész a 70-es évekig csak Kalocsa városán belül találhatók szakrális kisemlékök, és ahogy kilép a városi lakosság a valamikori, középkori elpusztult falu határokba, a pusztákra, úgy töszi szakrális téré ugye ezt a hatalmas méretűre növekedő városi határt, hiszen ahhoz, hogy gazdálkodni lehessen, ahhoz, hogy élni lehessen ezt a hatalmas határt, ahol szakralizálni kell, hiszen meg kell szentelni minden talpalatnyi földet, ahon az ember meg akar telepedni. A háromnapos nyári akadémián nem csak Kalocsát ismerhették meg jobban a résztvevők, hanem Hajósra is ellátogattak, valamint pódiumbeszélgetést is tartottak a 9. fraknói nyári akadémián.